Emlékszem határozottan gyerekkoromban, hogy kisebb koromban, nem tudtam felfogni amúgy, hogy miért, de hogy a szüleim mindig nagyon várták a magyar adást. Tehát mindig mindenki várta, na akkor ülünk le a tévéhez, akkor sem tudtam elképzelni amúgy, hogy miért ez annyira fontos, hogy nem tudom, én most nem tudom, vagy nem volt ott még az agyam, vagy még öntudatom se volt, se tudja írteni, de ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon közös program volt, hogy jött a magyar adás, akkor azt nézni kellett, bármi volt benne. A gyerekkoromat fellapoztam, és hogy akkoriban hogy hallgattam azt a függönyt, ahogy nevezik, azt hiszem ez a szeretnék szántani dallama ment. Hát azt hiszem, hogy az a világ csodája volt nekünk. De most gondolom nem kell magyarázni, de akik mégiscsak nem akkor születtek, mikor én, azoknak elmagyarázom, hogy ez valami nagy valami volt a magyar adás, valahogy úgy készültünk minden hétfő délután, mint hogyha templomba mennénk. Ez tőlem elég távol áll, mint hasonlat, de a hangulat az volt, hogy na most akkor kezdődik, és akkor látni fogjuk Tar Lászlót, meg Tarnói Emilliát, meg Ácsa Lajost, meg el se tudtam volna képzelni, hogy majd egyszer az idők ívében, hogyha már ilyen templomos vagyok, majd megismerkedem Bodor Pállal, vagy Boros Zoltánnal, vagy hát, és hogy kezet fogjak Bodor Pállal, és beszélgessek vele. Szóval olyan érzések, vagy nem is tudom mik ezek, olyan rezgések, amelyeket nem néztem ki magamból, sem a világból akkoriban. A román televízió magyar adásáról 1989-es karácsonya jut eszembe, amikor a televízió képernyőjén ki volt írva románul, magyarul és németül, hogy boldog karácsonyt. És persze azelőtt még többet néztük, és utána meg folyamatosan az az érzés, amit a magyar adás adott az erdélyi magyaroknak, azt utána sem, szerintem egyik tévé sem tudta utánozni. Tehát azt a kulturális szinten, azt a értékes embereket, értéket, amit megmutattak számunkra, az egy példaértékű. És szeretném, hogy tovább éljen itt Erdélyben, Romániában a román televízió magyar adása. Régi. Az emlék, az 57-es születésnapi jókívánság pedig friss, Isten értesen benneteket, tegyétek, akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha lehetetlen megtűnik, mert ezt tenni kell onnan a 9. emeletről Bukarestnek. Szeretettel köszöntök mindenkit, jó napot kívánok! Mint láthatták, kicsit rendhagyó módon indítottuk mai adásunkat, ugyanis nem sokára 55 éves születésnapját ünnepelheti a Román Televízió magyar adása. Hát én egy érzékeny ember vagyok, vagyis ez a műsor, amelyet most is követnek, és amelynek első felében jelentkezik közéleti rovatunk, a heti krónika, ebben három témáról is szó lesz. Ezt követi az a beszámoló, melyet a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének szovátai táborában forgattunk, ahol szerkesztőségünk több tagja is szakmai díjakat vett át. A reklámszünetet követő második részben pedig befejezzük az idén 50 éves Szárhegyi Művésztelep történetét felidéző, múlt hétfőn elkezdett riportunkat. És akkor induljon a heti krónika, melyben egy bukaresti román-magyar katolikus találkozóról, a közszolgálati rádió munkatársainak figyelmeztető sztrájkjáról és a költségvetési hiányt csökkentendő megszorításokról lesz szó.
Jó napot kívánok! Önök a heti krónikát látják. A hónap elején figyelmeztető sztrájkot tartott a Közszolgálati Rádió Központ és több helyi stúdiója, a kormánynak pedig 7 évre szóló takarékossági tervvel kell előállnia, bár ennek miben létét a választások előtt óckodik nyilvánosságra hozni. Mindenről szó lesz a heti krónikában, előtte azonban egy fővárosi eseményről számolunk be. A múlt héten Bukarestben tartották meg a romániai és a magyarországi katolikus püspöki kar állandó tanácsainak találkozóját. A két ország püspökségei közötti egyeztetések évtizedekre nyúlnak vissza, ám ez az első alkalom, hogy a román fővárost választották a konferencia helyszínéül. Az apostoli szentszék bátorítására a 2000-es években alakult ki a romániai és a magyarországi püspöki karok rendszeres egyeztetésének hagyománya. Ilyen alkalmakkor, amennyiben egyházi jellegű probléma vagy feladat adódik, tapasztalatcserével, kölcsönös segítségnyújtással keresik a megoldást. Ez különösen az első időkben volt jellemző. Most már inkább egy olyan barátság alakult ki, ami alapján azt nézzük, hogy ebben az egész régióban mik az egyháznak a közös küldetéséből fakadó legfontosabb feladatai, lehetőségei, a kornak a nagy kihívásaira milyen választ tudunk adni. És ebben is nagyszerű együttműködésekre van lehetőség. A konferencia alkalmából a magyarországi és a romániai püspökök magyar nyelvű misét mutattak be Bukarestben, a Barátok templomában. Ahogyan Erdő Péter bíboros hangsúlyozta, a hit túlmutat az etnikumok határán, ugyanakkor viszont a megélt hit az önazonosságot is erősíti. A magyar katolikus közösséget is kiszolgáló Barátok temploma szinte teljesen megtelt a péntek reggeli misén. Aurel Perk, bukaresti érsek elmondta, a két ország püspöki kara közötti rendszeres találkozók sora a koronavírus világjárvány miatt néhány évre megszakadt. Az újraindulás óta viszont ez már a harmadik alkalom a román és a magyar katolikus egyházi vezetők egyeztetésére, amelyre, mint fogalmazott, változatlanul nagy szükség van. Totdeauna găsim puncte comune, dar în același timp învățăm unii de la alții. Cum procedăm într-un caz sau în altul. Și tocmai la, și la această întâlnire a comisiilor permanente am discutat despre problema sinodului, despre jubileul care se apropie, despre educația tinerilor, despre seminarii, despre vocații la Sfânta Preoție, pentru că aceleași probleme sunt și în Ungaria, dar sunt și în țara noastră. Bár a bukaresti katolikus érsekség először nyújt helyszínt a két ország püspöki kara állandó tanácsának, Erdő Péter bíboros, mondhatni, hazajáró vendég a Barátok templomában. Májusban a román főváros magyar közösségében a bérmálás szentségét szolgáltatta ki, de, mint mondja, a városhoz való kötődése ennél sokkal mélyebb. Nagyapja Bukarestben született. Családja itt vált katolikussá, így minden alkalommal némi családi nosztalgiával is érkezik a román fővárosba. Az elégedetlenség és a jövőbeni megszorítások miatti aggodalom a közszolgálati intézményeket is elérte. Október 1-én 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartott a Közszolgálati Rádió központi és több területi stúdiója. A műsorsugárzás folytonosságát nem érintő figyelmeztető sztrájkot a Közszolgálati Rádió legtöbb alkalmazottját tömörítő médiaszint szakszervezet hirdette meg. Miután az intézmény vezetőségével még évelején kezdeményezett tárgyalások során nem sikerült megegyezésre jutni a rádiósok kollektív munkaszerződésének tekintetében. A kollektív szerződésnek kellene rendelkeznie a Közszolgálati Rádió alkalmazottainak jogairól. Ennek hiányában sem a munkahely biztonságának, sem a szakmai előmenetelnek, illetve a béremeléseknek a feltételei nem adottak. Ezért az október 1-i figyelmeztető sztrájkhoz a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségének több tagja is csatlakozott. Papzakor András, rádiós szerkesztő és szakszervezet is a tiltakozó akciót követően számolt be az elégedetlenség főbb okairól. Konkrétan az követelések azok a
kollektív munkaszerződéssel kapcsolatos tárgyalásokra állítattak össze még valamikor télen. 27 olyan pont van a 30 és egy kevésből, amiben nem sikerült megegyezni. Ezek azok a pontok, amikről továbbra is folynak a tárgyalások, illetve amelyek vitásnak minősülnek, és természetszerűen a minket képviselő szakszervezet azt várja, hogy erre, ezekre reagáljon a vezetőség. A megfogalmazott pontok zöme a munkakörülményekre, a szakmai előmenetel lehetőségeire vonatkozik, de a rádiósoknak természetesen bérköveteléseik is vannak. A sztrájk kontextusában ugyanis kiderült, hogy a közszolgálati rádió alkalmazottainak megközelítőleg 60%-a az országos átlagbérnél jelentősen kevesebb pénzt vihet haza, míg az intézmény vezetői az átlagbérnek akár az ötszörösét is megkeresik egy hónapban. Az országos átlagbér jelenleg valamivel több, mint 5000 lej. Ami a béreket illeti, azt hiszem, hogy a legérzékletesebb, ha azt mondom, hogy 2-3 évtizedes, vagy 2-3 évtizede itt dolgozó szerkesztő kollégák bő 1000 lej nettóval keresnek kevesebbet az országos átlagbérnél, és ha Kolozsvárra gondolunk, akkor ugye itt az átlagbér az ráadásul lényegesen magasabb, mint az országos, és hát erre szükség is van tekintettel az itteni árviszonyokra. És bár a közszolgálati rádió és televízió finanszírozása 2017 óta állami költségvetésből történik, a közszolgálati sajtósokra nem vonatkoznak a közalkalmazottak számára lehetséges béremelések. Míg a közalkalmazottaknál, és itt most a formális vagy de jure értelembe vett közalkalmazottakra gondolok, mert hogy tulajdonképpen mi is azok lennénk, csak a mi státuszunk ugye rádiójé, tévéjé az úgymond különleges, tehát ránk nem vonatkozik az a bizonyos egységes bértábla, ami a közalkalmazottak helyzetét szabályozza. Nekünk külön törvényünk van, és ez a külön törvény azt mondja ki, hogy gyakorlatilag például az előmeneteli kérdéseinkben a belső szabályzat, illetve a kollektív munkaszerződés a mérvadó. Magyarán az egyetlen törvényes elvárás, amit a vezetőséggel szemben támaszthatunk, az az, hogy a mi besorolásunknak megfelelő minimum alá ne menjünk. Így aztán olyan pikáns kis helyzetek vannak, hogy megemelik az országos minimálbért 2-300 lejjel, és akkor XY-nak a szerződését kiegészítik egy tizenvalahány lejes emeléssel, mert lehet, hogy előtte picivel följebb volt, mint amennyi kijött volna, az emeléssel meghaladta, no, következő hónaptól lesz neki 9 lejjel többje hó végén. A közszolgálati sajtót az utóbbi évtizedekben folyamatosan érik támadások. Nem egyszer a legmagasabb funkciókat betöltő politikusok, közméltóságok valóságos kirohanásokat intéztek a közrádió és a köztévé ellen. Hol azért, mert szerintük nem megfelelő módon taglaltak ezt vagy azt, hol egyszerűen azért, mert fenntartásuk pénzbe kerül. Ugyanakkor azonban az állami rádió, a tévé és a hírügynökség a törvény szerint stratégiai jelentőségűek. Ez azt jelenti, hogy vészhelyzet, szükség, illetve hadi állapot esetén kötelesek ellátni a lakosság tájékoztatását. De persze a közszolgálat nem erre korlátozódik. Az európai koncepció szerint legalábbis a közszolgálati médiának van egy eléggé pontosan szabályozott szerepe a társadalomban, és nem hiszem, hogy különösebben szükséges lenne részleteznem, hogy ez miben áll.
Az is tény, hogy például az Egyesült Államokban gyakorlatilag elhanyagolható az, ami ezen a téren létezik. Van egy National Public Radio, amelyiknek hát tényleg egy minimális szerepe van. De hát azt hiszem, hogy mi éppen úgy, mint ahogy a tudom is én általános társadalombiztosításhoz, egészségbiztosításhoz, meg hasonló gyarlóságokhoz ragaszkodunk itt Európában, ahhoz is ragaszkodhatunk, hogy legyen olyan média, amelyik nem a, hát a tetszés indexeknek megfelelően állítja össze a műsorkínálatát, illetve nem kötik olyan megfontolások, hogy tudom is én, maximális hallgatottság, maximális nézettség. Itt, ha már ezt említettem, akkor nem árt arra is kitérni, hogy nagyon gyakran halljuk azt is a közszolgálati médiával kapcsolatban, rádióval, tévével egyaránt, hogy ilyen vagy olyan a hallgatottsága, a nézettsége, és ez ezt vagy azt indokol. Tisztázunk egy dolgot. Nyilván szempont a hallgatottság és a nézettség a közszolgálati médiában, de nem ez az első. Ez a legalapvetőbb tulajdonsága a közszolgálati médiának, hogy nem ezek a mutatók az elsődlegesek, hanem az objektivitás, tényszerűség, a kiegyensúlyozottan összeállított műsorkínálat. Hát mi például nem csinálhatunk olyat, hogy eldöntjük, hogy mi most az X plusz 5 év korosztálynak akarunk szólni, és akkor ilyen zene, ilyen témák, ilyen ez az. Nekik is kell szóljunk, de gyerekeknek, nyugdíjasoknak, satöbbiknek egyaránt, tehát a célkitűzés, ami természetesen egyfajta aszimptóta matematikai terminológiával véve, az az, hogy a társadalom minden egyes kategóriájának nyújtani valamit. Ahhoz, hogy ennek eleget tegyen, a közszolgálati média működésének feltételeit biztosítani kell. Ez a politikum a kormány dolga lenne. A rádiósok egyelőre nem kaptak kielégítő választ követeléseikre. A tiltakozó akciók időzítése azért esett a választási évre, mert így nyilván komolyabb a vízhangja, pontosan úgy, mint ahogy, mint tudjuk, ugye a tanárok is az érettségi időszakban sztrájkoltak. Ez nem azzal a szándékkal történik, hogy a harmadik feleken üssünk nagyot, hanem azzal, hogy sajnos elég nehezen hallgatják meg a szavunkat az illetékesek, ha nincsenek kényszerhelyzetben. Múlt héten a közmédiában elindult tiltakozó akciókhoz. A köztévé, központi és területi stúdiói is csatlakoztak. Az ugyancsak két órás figyelmeztető sztrájk célja az volt, hogy a politikum, a mindenkori kormány teremtse meg a közmédia működésének anyagi feltételeit. A sztrájkot meghirdető szakszervezet aláírásgyűjtésbe kezdett, és kilátásba helyezte egy általános sztrájk meghirdetését a közmédiában. A kormánynak október 1-ig takarékossági tervvel kellett volna jelentkeznie az Európai Bizottságnál. A költségvetési hiány csökkentését célzó dokumentum azonban vagy nem készült el, vagy egy fiókba süllyeszve várja a bő másfél hónap múlva tartandó parlamenti választások kimenetelét. Az Európai Unió működéséről rendelkező Maastrichti szerződés szerint a tagállamok kötelessége 3% alatt tartani a költségvetési hiányt, azaz az állami kiadások csak ennyivel haladhatják meg a bevételek összegét. A szerződés 31 évvel ezelőtti érvénybe lépése óta ezt több tagállam többször megszegte. Mostanra viszont az a helyzet alakult ki, hogy az Európai Unió 27 tagállama közül 12-ben a deficit jelentősen meghaladja a 3%-ot. Közöttük van Románia is.
Itt a kormány szeptemberben közel 7. A független szakértők viszont 8%-os hiánnyal számolnak az év végére. Ilyen esetekben az Európai Bizottság úgynevezett túlzott deficit eljárást indít a tagállamok ellen. Ennek első lépéseként az érintetteknek tervet kell bemutatniuk a hiány csökkentésére. A hiányt pedig ugye vagy a bevételek növelésével, vagy a kiadások csökkentésével lehet féken tartani. A csolákú kormánynak pedig most, a választások előtt nincs ínyére népszerűtlen tervekkel előállni, ezért januárig haladékot kért. Ezt az Európai Bizottság ugyan nem erősítette meg, de tény, hogy a 7 évre szóló takarékossági terv nem került nyilvánosságra. A Románia esetében a szándék az, hogy egy 7 éves időhorizonton lehessen egy cselekvési tervet összeállítani, egy olyan cselekvési tervet, amely nyilván reformokat és különböző kötelezően elvégzendő beruházásokat is tartalmaz, pénzügyi konszolidációt, amelynek eredményeként meg kellene valósuljon az, hogy majd a 7 év végén majd a 3% alá kerül a deficit. Ezen dolgozik tudtunkkal a Románia kormánya, hiszen mi most nem, az RMDSZ nem kormányzati tényező, tehát nem vagyunk kormányon, ezért mi is csak azokat a dolgokat halljuk, amiket esetleg erről a dologról a sajtóban olvasunk. Egy kormányrendelet ugyan született a helyzet kezelésére, de az nem az állami jövedelmek növelését, hanem éppen adóamnesztiát ír elő bizonyos kategóriák számára. Ez ellentmondásnak tűnhet, de a statisztikát javítja. A máig kifizetetlen, de most eltörölt adóhátralékok már nem szerepelnek a hiányok között. Persze ez tényleges megoldást a deficit csökkentésére nem kínál. Mindez olyan körülmények között, hogy Romániában híresen alacsony az adójövedelmek szintje. Ez Románia esetében olyan 26-27% GDP arányosan, az Európai Uniós átlag az 40%. Na most ennél alacsonyabb csak Írország, de az írországi párhuzam az, ez egy rossz párhuzam, mert Írország az egy teljesen atipikus eset, van egy mesterségesen nagy GDP Írországban, miatt, mert a cégek adózása rendkívül alacsony, úgyhogy ez nem egy jó viszonyítási pont, és ha őket kivesszük ebből a halmazból, akkor elmondhatjuk azt, hogy Romániában a legalacsonyabb az Európai Unióban a jövedelmek szintje, az adójellegű jövedelmek szintje, ami viszonylag kevés mozgásteret biztosít az országnak azért, hogy akkor ebből működtesse az államot, a fenntartó rendszereket és a közberuházásokra is odafigyeljen. Márpedig a költségvetési bevételek az adókból és illetékekből származnak. Viszont a politikum egésze azt ígéri, hogy adóemelések nem lesznek. A hatékonyabb begyűjtés a politikusok veszőparipája, viszont valahogy ezt évtizedek óta sem sikerült megvalósítani. Ha pedig nincs plusz jövedelem, marad a kiadások csökkentése. Ezeket megszorításoknak, azaz megszorítási politikának nevezik, bár ezt a megnevezést most Európa szerte kerülik a politikusok. Magyarországon, ahol ugyancsak túlzott a költségvetési deficit, a kormány észszerűsítésnek nevezi a több mint 100 beruházás finanszírozását lefaragó takarékossági tervet. Romániában ilyen jellegű nyilvános terv ugye még nem lévén, inkább a hatékonyság növeléséről beszélnek. Tény, hogy az Európai Bizottság irányelvei szerint a deficit csökkentésének érdekében sem lehet minden területen spórolni. Hogy mit kell tartalmazni a cselekvési tervnek? Hát mindenek előtt egy valós paraméterekre épült, vagy felépített cselekvési tervet, és valós paraméterek közt azt értem, hogy nem várunk túl magas gazdasági növekedésre, hanem inkább pessimistán kalkulálunk, olyan jellegű beruházásoknak kedvezünk, amelyekre tényleg szükség van, digitalizáció, környezetvédelem, védelmi kiadások, mint mondtam. Tehát akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy mondjuk 2,5%-ot akarunk költeni
védelemre, honvédelemre, katonaságra, akkor mi azt is mondjuk, lefordítva a költségvetésre, hogy a költségvetésnek mondjuk a 7,5%-át akarjuk költeni védelemre. A GDP, vagyis a nemzeti bruttó termék, a háztartási és állami kiadások, a beruházások és az export tevékenység összegzője, míg a költségvetés az állami bevételek és kiadások egyenlege. A kettőnek a hazai aránya 3:1. Romániának NATO tagként a GDP legalább 2%-át kell védelemre, azaz leginkább fegyverkezésre költenie. Idén ezt az arányt meghaladta, de 2% alá semmiképp nem mehet. És az is az állami költségvetés 6%-át teszi ki, amiből lefaragni nem lehet. Ez azt jelenti, hogy nem csak Romániában, hanem Európában is a világ megváltozott. Megváltozott körülöttünk a világ az elmúlt 4 évben, és ez a változás, ez 2020-tól kezdődik. Mint mondtam, pandémia, majd háború, energiakrízis, infláció, ellátási láncoknak a problémái, és ezzel párhuzamosan ott vannak azok a nagy témák, amelyeket az Európai Bizottság nem biztos, hogy a legjobbkor, de erőteljesen nyom előre. Dekarbonizáció, környezetvédelem, hát a háború kapcsán nyilván a védelmi kiadások, amit mondtam, és a digitalizáció, tehát ezek azok a nagy fejezetek, ahol mindenkinek jelentős beruházásokat kell eszközölnie, és nyilván, hogy ezek az új szabályok, ezek felülírják a 2020 előtti szabályrendszert. Ezért van az, hogy az Európai Bizottság most a deficit kérdésében egy picit lazább állásponton áll, és több mozgásteret próbál biztosítani a tagországoknak, de elvárja azt, hogy akkor ezt a nagyobb mozgásteret arra használják, hogy igazán arra költsék el azt a pénzt, amire igazán szükség van. Vagyis arra, amit az Európai Unió szintjén szükségesnek ítélnek. Sem az Európai Bizottság, sem az egyes tagállamok szintjén nem létezik konkrét előírás, a közszolgálatok, a társadalombiztosítás, a közösségi, de úgymond nem produktív infrastruktúra fejlesztésére, vagy bár a meglévő fenntartására. A takarékossági terveket pedig jövőtől már alkalmazni kell. Ellenkező esetben szankciók várnak a tagállamokra, köztük Romániára is. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket! Heti krónikával jövő hétfőn jelentkezünk újból. Nézzék a magyar adást addig is. Viszontlátásra! A heti krónikában egy figyelmeztető sztrájk kapcsán volt már szó a közszolgálati médiumok helyzetéről, ehhez kapcsolódik a következő beszámolónk is. Október első hétvégéjén Szovátafürdőn tartotta a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete idei őszi szakmai találkozóját és közgyűlését. A programban többek között szerepelt egy kerekasztal beszélgetés a romániai magyar közmédiumok képviselőivel, és a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is kiosztották az Egyesület szakmai díjait. Nagy örömünkre szerkesztőségünk 4 egykori és jelenlegi munkatársa is elismerésben részesült. A MÚRE éves szakmai találkozója ezen az őszön is bővelkedett változatos programokban. Több kulturális tevékenység is szerepelt a rendezvény napi rendjén, ilyen volt a Kacsó Sándor emlékkonferencia, és az elmúlt egy évben újságírók által írt, szerkesztett vagy a médiáról megjelent kötetek bemutatója. Már 3. éve van egy sajtótörténeti sorozatunk, ahol 20. századi jelentős publicistákról, újságírókról esik szó. Ebben az esetben Kacsó Sándorról, aki a Brassói Lapoknak volt főszerkesztője, beszélgettek kollégák. És amivel zártunk, az is hagyomány, most már 3. éve könyvek a sajtóról, sajtósok könyvei címben olyan új köteteket mutatunk be, amelyek vagy a témájukban érintik a médiát,
vagy a szerzők között van, tehát szerzők között újságíró, adott esetben a MÓRE tagja szerepel. Itt vendégként a vajdasági kollégák mutatták be képviselőjüket. A Szovátai Teleki Oktatási Központban, az Egyesület rendkívüli közgyűlésén a jelenlevők többek között a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete jövőjéről, újságírói igényekről tárgyaltak. Volt ugye maga a közgyűlés, ahol az Egyesületnek nem a napi ügyeiről tárgyaltunk, hanem egy kicsit hosszabb távú kérdésekben. Én ezt úgy fogalmaztam, hogy találjuk ki a MÓRE-t a 20-as évek második felére, fogalmazunk meg olyan célokat, ami hosszabb kifutásuk van, és ehhez találjuk meg, hogy ki mivel foglalkozik, milyen feladatot vállal ebben. Egy másik lényeges momentummal találkozónak az a kerekasztal beszélgetés volt, amelyen a különböző közmédiumok képviselői a közszolgálati média jelenlegi kihívásairól, nehézségeiről és a közszolgálatiságról beszélgettek. A második napon előbb volt egy kerekasztal beszélgetés a romániai magyar közszolgálati médiumok képviselőivel, ahol úgy Bukarestől Marosvásárhelyen, Kolozsváron át Temesvárig rádiós és televíziós kollégákkal beszélgettünk arról, hogy milyen gondokkal küzdködnek, mit jelent számukra a közszolgálatiság, és miben segíthetné a MÓRE őket mondjuk oktatás, szakoktatás terén. Tehát ugye egy állami fenntartású médiaintézmény, a közszolgálati média, amelynek ugyanakkor az állam hatalomtól élesen elválasztva kell működnie, ugyanakkor a magánszférától is megfelelő távolságot kell tartania, hiszen a nyereség, érdekeltség fel sem merülhet a közmédia esetében, amelynek elsősorban és mindenek előtt a társadalmi vagy közösségi kohéziót kell erősítenie. Tehát mi így tekintünk a magyar adásnál a közszolgálatiságra, a közszolgálati feladatunkra. Mindenki tudja, hogy válságos időket élünk. A válság azonban nem ma kezdődött, nem a tegnap kezdődött, hanem ha megengeditek, én úgy gondolom, hogy a médiapiacnak a liberalizálásával kezdődött. Ez egészült ki a kereskedelmi csatornák, a mi esetünkben ugye rettenetesen nagy népszerűségével, illetve ezzel párhuzamosan az állami fenntartású médiaintézmény pozíciójának a megingásával. Tehát ez egy régi keletű probléma, azért beszélünk mostanában a válságról, mert az anyagi válság az úgy 2010-től errefele gyűrűzött be annyira a közszolgálati médiába, és gondolom általában a médiába, ha az erdélyi magyar médiáról beszélünk, hogy ez most már lassan tarthatatlan. Tehát számunkra a közszolgálatiság azt jelenti, hogy senkinek nem lévén kiszolgáltatva, kizárólag a szakmaiság jegyében közelítünk egy témához, és a lelkiismeretünk diktál, ha szabad ilyen kevésbé szakmai kifejezés használnom. Ezt jelenti a magyar adás számára a közszolgálati média. Én most már közel 8 éve vagyok a Kolozsvári Rádiónál. Engem soha senki nem hívott fel, hogy mi kéne bemenjen, kivéve egy néhány civil mozgalmár, hogy a vetített képes előadásukról, amit kertészkedés témában tartottak, miért csak másfél perc ment be, és nem 4,5. De politikai típusú ránk szólás, akár magyar, akár román oldalról soha nem volt, és ez úgy gondolom nagyon-nagyon fontos. Persze hozzá lehet tenni, hogy igen, de te onnan jöttél, tehát neked nem is kell szólni, mert tudod a dolgodat idézőjelben. Hogyha a Kolozsvári Rádiót hallgatják, akkor teljesen egyértelmű, hogy az én sötét múltam az a frekvenciákon keresztül, vagy akár az online platformjainkon keresztül nem jön át. Marosvásárhelyi televízió, tehát a Román Televízió Marosvásárhelyi stúdiója hivatalosan úgy igazából a tavaly ünnepelt valamiféle kereknek nevezhető évfordulót, az idén 16 évesek leszünk. Én az első pillanattól kezdve ott vagyok ennek az intézménynek, ennek a szerkesztőségnek a létrehozása, és próbáltunk építkezni, és csatlakoznék ahhoz, amit Péter mondott, pontosan erre gondoltam, hogy többen is mondták nekem, hogy persze, mert nektek ezt kell, vagy azt kell csinálni. Most hát én, aki napi szinten részt veszek a műsorok gyártásában, meghívottak beszervezésében, műsorok levezetésében, nekem soha senki 16 év alatt nem mondta, hogy ezt meg kell hívni, vagy ezt nem kell meghívni, illetve ezt meg kell kérdezni, vagy nem szabad megkérdezni azt, hogy. Ennek a helyzetnek vannak hátulütői is, hogy most beszéljünk egy kicsit a negatív oldalán, és
ennek a történetnek. Például az, hogy nagyon nehézkes egy csomó minden. Tehát amíg egy kis rádiónál, vagy helyi tévénél, vagy akár újságnál egy-kettőre meg lehet oldani bizonyos támogatói szerződéseket, reklámokat, mit tudom én, a közösségi médiában való jelenlétet, pikpak feltesszük, és mi eldöntjük, vagy a főszerkesztővel megbeszélve, hogy ezt feltesszük, mert ez most fontos. Ez pont egy állami közszolgálati médiánál nem pont így működik. Összesen vagyunk ketten, akik dolgozunk a Temesvári Rádióban. Tehát az, hogy közvetítés, tudósítás, innen onnan, hál' Istennek van két tudósító, egy Aradon, meg egy Hunyad megyében, de hogy folyamatosan csak azon gondolkozom, hogy valamivel meg kell tölteni a műsort. Ne zenét adjunk, mint az egyik kolléganő. Ugyanezek a gazdasági dolgok, amikről beszéltünk itt, nyilván a rádiót is érinti, most ilyen részleteket nem fogok elmondani, hogy a tetőn folyik be a víz, mondják a hírszerkesztő szobába beszakadt a mennyezet. Na, szóval egy picit megkeseredetten csinálom az egész mindenséget. Szóval igazából úgy fogalmaznék, hogy a közösséget szolgálom, mert elég 8000 lelkes a temesvári magyar közösség, fogyunk, 21000 magyar van Temes megyében, és akkor a négy megyét kell kiszolgálni, Krassó-Szörény megyében alig vannak, van református leszkész Resicabányán, a dévai meg az aradi tudósító. Hogy terepre menjen az ember, mert azok az izgalmas riportok, amiket helyszínen csinálsz, nincs lehetőség, mert egyik nap híreket szerkesztesz, másik nap műsort vezetsz, híreket szerkesztesz, műsort vezetsz, most hál' Istennek szóváltan itt lehetek. Én filmezek is, vágok is, fordítok is, tehát én tévén belül egy magántévé vagyok, és emiatt szerencsére akkora bizalmat kapok a főnökeimtől, illetve a kollégáimtól, hogy abszolút megbíznak. Az a nagyon jó, hogy sikerült azért rengeteg román nézőt is bevonzani, tehát hogy én biztosan állítom, hogy sokkal-sokkal több román nézője van a temesvári magyaradásnak, mint magyar. Részben a Facebookos megjelenés miatt látom, hogy kik reagálnak erre, milyen nyelven kommentálnak, tehát hogy abszolút biztosan több a román, és emiatt látom az értelmét, és ebben látom én a közszolgáltatásnak a nagyon nagy erejét. És akkor ez állandóan arra sarkal, hogy oké, csináljuk, tegyük, vegyük, És azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy nekem is szabad kezet adnak. Arról képet tudtunk alkotni, hogy és ez az utolsó kérdés sorozatból derült ki, hogy milyen megoldatlanságok vannak. Tehát, hogy volt, aki azt szeretné, hogy egy nagyobb létszámú szerkesztőségben dolgozunk. Van, akit a frekvenciát, egy plusz frekvenciát szeretne. Tehát mindenképpen azt, hogy minőségibb munkát, minőségibb tartalmakat előállítani. Érdekes módon nagyon sok hasonlóság is volt mindabban, amit a kollégák elmondtak, függetlenül attól, hogy rádiós vagy televíziós újságíróról van szó. És még egy dolog, ami nagyon összekötötte a beszélgetés szálait, hogy a jövőt egyféle értelemben szinte mindenki abban látta, hogy ezek a műsorok, ezek a stúdiók minél több szinten, minél változatosabban jelenjenek meg a közösségi médiában, hogy úgy érjék el a fogyasztókat, nem csak a hagyományos formában. Jövőt és múltat egyaránt sikerült mérlegelni a találkozón, hiszen a Móre őszi táborában a korábbi szakmai teljesítmények alapján az Egyesület a 2023-as díjait is kiosztotta. Idén több életműdíjat is átnyújtottak a tapasztalt kollégáknak, így ez a kitüntetés érte Tótfalusi Veres Éva szakújságírót, Hecser Zoltán, Stanik István és Tomcsányi Mária újságíró szerkesztőket. Több évtizedes, kiváló televíziós vágói munkásságáért, valamint a Román Televízió magyar adása archívumának szakavatott gondozásáért életműdíjban részesült munkatársunk, Rostás Emília televíziós vágó, archívista. Ha egyetlen szóban kellene jellemeznem a Rostás Emília több mint fél évszázados munkásságát, azt mondanám értékmentés. Munkájára, amit sokáig vágóként végzett, majd archivistaként folytatott és folytat, igazabb kifejezést keresve sem találni. A magyar adás egyedülálló szalagtára ugyanis értelemszerűen csak akkor válhat igazán értékké, ha megmutatható. És csak akkor mutatható meg, ha megmentődik az enyészettől.
Tisztelt kollégák, Rostás Emília a magyar adás elindulása után 2 évvel került a szerkesztőségbe, 1971-ben, és nagy örömünkre szolgál, hogy ma is munkatársunk. Élettörténete tehát óhatatlanul összefonódik a magyar adás történetével. 53 esztendő munkája van mögötte. Szakmai életet ez a javából, amelynek darabjai akár a filmkockák, némi ragasztás után a magyar adás történelméből engednek láttatni. Rostás Emília mesél, és 16 mm-ről pörög a régi magyar adás filmje. Nem könnyű dolog most, mert ha te azt mondod, hogy keressem meg ezt a vagy amazt a filmet, amit XY készített ekkor, mert na, az nem biztos, hogy összejön. Én keresem, a nyilvántartások, hogy mondjam neked, nagyon hiányosak. Például nem írták be, hogy ki filmezte, ki vágta, mert ez tulajdonképpen egy kartonra íródott fel, és adásba az operatőr betette. Tehát sokszor nincs támpontom. Na, és de van kellemes élmény is, keresel ezt meg azt, és találsz nem azt, amit keresel, hanem egy másik kicsi bombát. Amikor nem füzetei fölé hajol, a Steinbeck vágóasztalon dolgozik. Igen, ugyanazon, amelyen a 70-es években is vágott. Tisztít, ragaszt, javít, vizionál, beazonosítja a riportalanyokat és jegyzetel, előkészíti a filmeket digitalizálásra. Lia vagy Liácska, ahogy mi kollégák hívjuk Rostás Emíliát, szerint természetű, derülátó ember, s minő szerencse. Ahhoz a kutatómunkához, amit ő végez, találóbb emberi természet nem is létezik. Türelem kell ehhez a munkához, és szinte vak remény. Hiszen milyen is a román televízió archívuma? Pusztulásra ítélt dobozok sokasága, együtt a nagy közös feledésben, jó esetben is csak egy embetű szerepel egyik vagy másik dobozon. Egészen másként látja az ember most a régebb készült filmeket. Egészen olyasmiket fedez fel, lényegtelen, hogy ő vágta vagy sem, amit akkor fiatalon nem vett észre, tudod, mert fiatal volt, mert a fejében sok minden egyéb is volt, nem csak nem beszélve arról, hogy ugye a politikai helyzet megváltozott, sokkal inkább látod azt, hogy próbáltak dolgokat eljuttatni a nézőnek, anélkül, hogy a cenzora az kikezdje az adást, mert az adás előtt mindig megnézték, ott volt a cenzor, és cáppák ki kellett vágni, amire ők azt mondták, hogy nem. Az a tény, hogy az egyedülálló magyar nyelvű TV archívum ma kulturális örökségként felmutatható és beépíthető újabb anyagokba, elsősorban Rostás Emíliának, az ő kiváló emlékező tehetségének és az ő szorgalmas és nélkülözhetetlen munkájának köszönhető. Gratulálok, kedves Lia! Köszönöm szépen! Jelen számomra ez a díj. Hát nagy meglepetés volt, mert általában a vágókat úgy nem díjazták, de itt elsősorban a mi magyar adásunkról van szó, mert én végül is egy csepp vagyok a magyar adásban, mert ott sokan jól, kitartóan, lelkesen vagy szomorúan, de sokan dolgoztak. Itt különböző kategóriák vannak, mindenképpen kiemelném az életműdíjat, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy újságíró, egy szerkesztő több évtizedes pályafutását ismerjük el így módon. Egy picit mondjuk így a bőség zavarával is küszködtünk az időn, általában egy-két ilyen díjat szoktunk átadni, az idén több olyan, és különböző
helyeken dolgozó különböző, tehát írott sajtós, televíziós kollega is van közöttük, és egyszerűen az igazgató tanács úgy döntött, hogy indokolt esetben most valamennyit mind a négy ilyen jelölést elfogadja. Amit még fontosnak tartok, illetve hát ma valamennyi fontos, de érdekes számomra, ennek az ellentétje a pályakezdődíj, ahol akár egy-két évnyi pályafutást is el lehet ismerni, tehát hogyha valaki ígéretesen indul el ezen a pályán, akkor ez egyfajta bíztatást is ad. Egy másik jellegű díj, van nekünk a Pro Amicizia díjunk, ez minden évben olyan többnyire a román sajtóban dolgozó, vagy egyáltalán a román nyilvánosságban működő és a román-magyar kapcsolatokért tevő kollégát szokott elismerni. Egy picit rendhagyó az idei díjazásunk, hiszen magyarországiak kapják a díjat, a Magyar Közmédia Ekránul Nostru című román nyelvű műsorának a két szerkesztője veheti majd át a Pro Amicizia díjat. A többi díj szakmai díj, tehát az írott sajtósok, rádiósok, televíziósok, mondjuk így a középnemzedéknek a teljesítményét ismerik ezek el. Külön öröm számunkra az is, hogy szerkesztőségünk munkatársa, Tébányai Péter televíziós vágó, Csép Sándor díjat vehetett át, több évtizedes színvonalas televíziós vágói munkásságáért, továbbá a Magyar Adás aranyszallagtára szakszerű felújításáért végzett munkájáért. 28 év szakmai tapasztalat van a hátam mögött, sokoldalú kreatív televíziós munka. Kimagasló műszaki tudása és hozzáértése mellett meglátása az alkotói munka valamennyi fázisában tetten érhető. Nem ismerek ember, aki nála nagyobb elszántsággal és energiával vetné vele magát a munkába, ha számára kedves téma kerül a vágóasztalára. Mit akarsz mondani ezzel az anyaggal? Szögezi neki a kérdés Péter a szerkesztőnek, mert meggyőződése, hogy akarni kell valamit, ha már megadott ott, hogy szolgassunk a széles világhoz. A vágás mellett Bányai Péter kép- és hangutó munkát is végez az anyagokon. Erre pedig különösen büszkék lehetünk, hiszen az utómunkával, tehát a hang és a kép szakszerű kialításával a Magyar Adás fél évszázados archívuma is értékként élvezhető a mai nézők számára is. Péternek köszönhető tehát, hogy a 70-es évek filmjén Méliusz József hangja úgy hallatszik ma is, ahogy azt Popor Péter hallotta, hogy Zerkula János muzsikálásán sem fogott az idő, hogy Fülöp Antal Andor idényei vagy gyönyörű bokájai úgy látszanak, ahogy azt a mester megfestette, és ahogy azt Emil Lungó operatőr akarta láttatni. És gratulálok a véghoz, Peti, és örülök, hogy együtt dolgoztam. A pályakezdő munkatársak teljesítményét elismerő Balló Áron díjat Andor Éka újságíró szerkesztő nyerte el. A pályakezdő rádiósnak járó Tomcsányi Tibor emlékdíjat Sebők Timeának ítélték. A Pro Amicizia díjat Tiberio Bocca és Stefan Krösztá kapta. Majtényi Ágnes díjban László Tibor rádiós, Szilágyi Aladár díjban Szucher Ervin újságíró, Benkő J. Zoltán díjban pedig Kelemen Dóra tördelő szerkesztő részesült. Média menedzser díjat vehetett át Ferenc Csaba lapigazgató és felelős kiadó. Galbács Pál 80. születésnapja alkalmából sok évtizedes újságírói munkássága elismeréseként az Egyesület jubileumi oklevelét vette át. Gratulálunk a díjazottaknak! Kedves nézőink, ezúton is köszönjük a Amúr elismeréseket. Mi is szeretettel gratulálunk a díjazott kollégáinknak. Az őket méltató laudációk szövegeit adásunk Facebook oldalán teljes egészében olvashatják, ajánljuk szíves figyelmükbe. Most pedig reklámszünet következik, de utána ismét jelentkezünk műsorunk második részével, amelyben folytatjuk a múlt hétfőn elkezdett a Gyergyószárhegyi Művésztelep fennállásának 50. évfordulója alkalmából készített archív felvételekkel tűzdelt riportunkat, amely 1990-től mutatja be a tábor eseményeit. Ne menjenek tehát messzire, 10 perc múlva várjuk vissza önöket a képernyők elé.
Kedves nézőink, folytatjuk a hétfői magyar adást. Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó nézőket is. Műsorunk második részében folytatjuk a múlt hétfőn elkezdett évfordulós dokumentumriportunkat. Idén ünnepli 50 éves fennállását a Gyergyószárhegyi Művésztelep. Az 5 évtized alatt munkatársaink is többször forgattak Gyergyószárhegyen. A számos archív felvételt tartalmazó riportunk második része az alkotótábor történetének 1990 és 2024 közötti időszakát, az útkereséseket, az infrastruktúra elveszítését és az új helyszíneken ismét magára találó művésztelepet mutatja be. Több mint 20 éve egy gyűjtő név, egy gyűjtő fogalom, mert tudjuk, hogy Szárhegy létezik, híres, és oda belépni sehovan könnyű, és ott megmaradni az egy külön megtiszteltetés. Bármilyen gondolattal jön egy képzőművész ide, a hely meghatároz egy viszonyt közte és a hely között. A látvány annyira erős, hogy inkább az alakítja az alkotást. Számomra egész egyszerűen azt jelenti, hogy ilyenkor az ember tényleg nyújt meg kézi magát. Otthon alkalmazott, dolgozik, pénzt keres, családot rendezi. Itt más nem csinál, beszélget, gondolatokat cserél, rajzol. Az ember lelkinek jól esik, hogy na, én is az vagyok, mint az a többi művész. Akkor van alkotó kedvem, hogyha valamilyen módon igényt érzek rá társadalom részéről. Tehát amikor a társadalom valamilyen módon egy olyan intézményt hoz létre, mint ez az alkotótábor, ahol a művésztől egyebet sem várnak, csak által a legjobb tudása szerint nyújtott maximumot. '90 után azt hittük, hogy minden jó lesz, minden szabad lesz, és hát voltak csalódások, nem Szárhegyen, hanem az életünkben, és a társadalomban, hogy úgy mondjam. Minden esetre az egy szabadabb világ volt Magyarországról, sőt, külföldről is. Meghívhattak képzőművészeket, akik nagyon jól érezték magukat a táborba, messzi keletről is, de ezekről az évekről én kevésbé tudok, mivel a tábor aztán a fiatal képzőművészek székhelye lett. 90-ben a változás után újra elindult, két évig mi vezettük, vagyis Gál András és Zöld Lajos, és én is részt vettem ebbe. Aztán következett az, amikor a Művelődési Bizottság vette a kezelésében ezt az egészet, akkor aztán eltávolodtunk ettől a tábortól. Utána jött ez a kulturális központ, akkor megint voltak problémák, nekik más elképzelésük volt. A tábor anyagának a hogyanjával keletkeztek nézeteltérések. Sokan nem értenek egyet ezzel az anyaggal. A rendszerváltás utáni első évtizedben gyakran cserélődött a művésztelep vezetősége, változott a fenntartója, és többször átnevezték, amíg végül önálló intézménnyé válhatott. Mindeközben személyi, generációs és koncepcióbeli ellentétek is nehezítették a tábor működését. Na most természetesen igyekszünk arra, hogy amit Zöld Lajos és Gál András 1974-ben elindított, azt a tábor formát, mármint hogy egy vegyes tábor, grafika, szobrászat, festészet, azt továbbra is fenntartjuk. Viszont valamennyire frissíteni is kell az anyagot, és a meghívások erre szólnak. Ez 92-től történik, és az idén pedig a Gyergyószárhegyi Alkotóközpont szervezte meg a tábort, amely önálló intézményként működik, és Hargita megye tanácsának van alárendelve.
Az egész épületegyüttes a kastéllyal, a templommal, a kolostorral számunkra, mint a megye műemléke létezik. Mi szeretnénk itt egy olyan európai színvonalú kulturális központot létrehozni, amelyik konferenciákat, rendezvényeket, hasonló táborokat és nem utolsó sorban az átutazó turistákat látvánnyal és azzal a gazdag művészanyaggal, amit felhalmozódott évek során várja a kiállító termekbe. Tehát ezt mondhatnám röviden el, nagyon fontos számunkra ez a rendezvény és ez a hely, ahol most vagyunk. Én azt hiszem, hogy minden tábor életében van egy periódus, ami a bevezető jelleget ölthetné fel. Azután következik a kiteljesedése a munkásságnak, és én azt hiszem, hogy a szarvegyi tábor esetében egy ilyen kiteljesedésről beszélhetünk most. Úgy érzem, úgy látom, hogy az elmúlt években, évtizedekben túlnyomó részt olyan művek készültek, amelyek hát a valóság megfigyeléséből származtak, és annak hű tükrözéséből. Most már mindenki, vagy a művészek nagy része az otthoni műtermi munkásságát, vagy elfoglaltságát hurcolja ide, és fejleszti szeretettel tovább, és az ilyenfajta alkotás tényleg közösségi alkotásnak is számít. Én úgy érzem, hogy ez a generáció is valamilyen formában képviseltetnie kell magát egy szárhegyi alkotótelepen. Mert ugyanúgy, ahogy ezelőtt 20 évvel ez a tábor elindult, akkor az akkori tábor alapítók, a Márton Árpi, a Gál András és az Zöld Lajos, az pont ez a generáció volt akkor. Tehát ők is a 30-as éveiket taposták, amikor még ez a tábor alakult. Na most itt nem, mint hogyha párhuzamot kellene ez a kettő között vonni, de én úgy érzem, hogy most már felnőtt egy másik generáció is, amelyiknek már véleménye van, tehát még művészeti szinten véleménye van. És ezek az embereknek is meg kell ugyanúgy adni a lehetőséget, hogy mondják el a véleményüket a művészetről. Ezáltal a szárhegyi tábor is gazdagodik, és a szárhegyi gyűjtemény is gazdagodik. A sokszínűség által. Tehát az, hogy nem csak azok az emberek vannak, azok az emberek nincsenek a tavalyból. Kilencvenes évek, ez egy nagyon zavaros időszak, nagyon sokféle beszédmód, nagyon sokféle kifejezésmód érzékelhető ebben az évtizedben, keresik a hangjukat, nagyon szélsőséges beszédmódok kerülnek egymás mellé, akár a kiállítás terében is. Tehát egyfajta ilyen nyugtalanság érzékelhető, ugyanakkor a határok mind erőteljesebb feszegetése, a képzőművészet határainak mind merészebb felszámolása, átírása érzékelhető, azt hiszem. Tovább lépve pedig, utána következik a korkép időszaka, ami elsősorban Erős István nevéhez kötődik. Ez az az időszak, nyilván már a 90-es években elkezdődik, de mind nemzetközibbé válik a tábor, és már nem csak román és magyar művészek alkotnak együtt, hanem mind távolabbi országokból érkeznek ide, egészen más kontinensekről is érkeznek ide művészek, és ezzel párhuzamosan valahogy a műfaji gazdagság is mind karakteresebben, vagy mind erőteljesebben érzékelhető, de az is, hogy a művészetről való gondolkodás nagyon megváltozik. Egy ilyen markáns változásként, vagy mérföldkőként szokták emlegetni a 98-as Túlsó Part csoport által szervezett tábort, amelyet követően egészen megváltozik a tábornak a szemléletmódja. Nem számolja fel a korábbi, úgymond klasszikus szemléletmódot, sokáig párhuzamosan él együtt a kettő, de mégis valamiféle szemléletváltás érzékelhető a tábor történetében.
többféle megoldásba gondolkodunk. Itt van egyfajta hagyományos technikai eljárással készíthető műtárgy, ugye a festmények, hát ez is foglalkoztat, meg hát egyáltalán foglalkoztat a tájnak egy újfajta, egy olyan fajta interpretációja, ami mondjuk nem a klasszikus hagyományos eszközökkel, hanem fotó vagy valamilyen digitális eljárással készíthető. Tehát így alapvetően mind a kettőbe gondolkodok, még nem végleges az, hogy mi fog sülni belőle. Ahogy elindult itt 74-ben, valamikor 75-76 táján, amikor művészeti általánosba jártam, és Gál András volt a tanárom, akkor évekig emlékszem, hogy ő kérdezte, hogy lenne-e kedvem eljönni, mert úgy tudom, hogy ők így, akkor így abba is gondolkodtak, hogy ilyen gyerektáborokat szervezzenek, és ez így bennem ragadt, ez az emlék, és ahányszor aztán majd később, amikor Marosvásárhelyre jártam vonattal, mindig ilyen áhítattal néztem Szárhegyre, hogy ott van valami olyan csoda, mivel ahova én nem jutottam el. És akkor ez 98-ban valósult meg, de úgy, hogy ezt már Magyarországról szerveztem, egy nemzetközi művésztelepet, és az itteni akkori vezetéssel tudatosan és programszerűen Távol-Keletről, Nyugat-Európából egy középgenerációs művész nemzedéket szólítottunk meg, akinek a kifejezési formanyelve az helyek közel hasonló volt, és hát felfogás is a kortárs művészetről azonos volt, és az egy nagyon szerencsés esemény volt. A Magyarországról meghívottak közül egy-kettő most is itt van az 50 éves évfordulón, de ők mind a magyar képzőművészet első osztályába tartoznak, akik akkor még fiatal, alig végzett egyetemistaként itt voltak. Én úgy látom, hogy ebből hülyeség kimaradni. Tehát, hogyha már lehet, egyrészt nagyon érdekes embereket ismertem meg én is személyesen, nagyon érdekes művész irányzatokat ugyanebben a táborban. Nagyon érdekesen el tudtunk beszélgetni dolgokról, szóval nekem nagyon tanulságos volt. Most én ülhetnék otthon, és agyalhatnék tovább, csinálhatnám a saját megszokott dolgaimat, de éppen ez a provokáció, hogy átlépni ugye egy küszöböt, az mindig valami újat hoz az embernek az életébe. És ez a legfontosabb, azt hiszem itt Szárhegyen is, hogy találkoztunk egymással, láttuk, hogy végül mi van. Én személy szerint nagyon sokat tanultam az egészből, és gondolom, hogy a többiek is azért. Tehát én nem hiszem, hogy a bezárkozás az jó. Hát éppen ezért kell nyitni, és fel az dolgokat, mert persze, hogy otthon most a műteremben kényelmes, és beosztós, mit tudom én, de végül szerintem megéri. Ez a lényeg. Hát a küszöb ugye az olyan, amikor valahova belépünk, akkor azon át kell lépni. Tehát, és ha belépünk valahova, az általában ismeretlen, mindig valami újat, meglepetést hoz, egy új otthon, egy új épület. És hát ugyanakkor ezt tovább lehet vinni, hogy az ajtó, ami meg a kilincs, tehát hogy a művészeten, mondjuk a modern művészeten belül mi az a fogódzó, mi az a kilincs, amit hogyha lenyomunk, akkor egy ismeretlen világba bemehetünk. Tehát a műalkotás szerintem egy ilyen ajtó, egy térelválasztó, ahol aminek a segítségével egy más, egy izgalmas világba bebocsátást nyerünk. Szinte észrevétlenül az előző 30 év, amikor a rurális környezetet, a természeti környezetet, mint az ábrázolás tárgya volt lényeges, hisz ezt a két dimenzióba ábrázolták, itt maga ebbe az ábrázolás tárgyába mentünk ki, és a falusi környezetnek a kontextusa vált fontossá, illetve a természeti környezetnek a kontextusa.
meglátásom szerint egy plusz tartalmi réteget adva a munkáknak. Ilyen koncepcióbeli különbség, hogyha a létezik az eddigi meg a mostani között, én inkább úgy neveztem volna, hogy a jó értelembe vett küszöb, tehát a jurtákba, hogy bemegy az ember, van egy küszöb, és van egy alacsony ajtója, és kellő alázattal kellő meghajol ahhoz, hogy egyik világból a másikba bekerüljön. Tehát ilyen szempontból küszöb, és úgy értve, hogy azokat a teremtett hagyományokat, amik itt léteztek, az valamilyen formában elfogadva. Tehát amit az előbb, hogy nincs idős vagy fiatal művészet, hanem művészet van. Számomra az arszpolitika, vagy most amivel nagyon foglalkozok, ez a naplemente. Egy olyan felséges légköri hatást, egy egyszerűsítést hoz létre a kozmikus test, mikor egyszerűen szóval lebukik a horizont mögött, a fenyvesek mögött, amely színiben, tónusaiban és egyszerűsítésében egy újbóli egység. Egy olyan egység, amit úgy kell kezelni, hogy ne is éljen nagyon különálló életet, de ne is üvöltsen, ne is kiabáljon a vászonról. Hát én ezt szeretném megoldani az elkövetkezendő éveim folyamán. Fontos megemlítenünk, hogy a természetművészet irányába való elmozdulás is mind jobban érzékelhető, tehát hogy a művészet klasszikus műfajai mellett az örökké valóságnak dolgozó művész attitűdje mellett megjelenik egy egészen másfajta művészi attitűd, amely mondjuk felülírja azt, hogy a művészet célja mondjuk a műtárgyban tömörülő műalkotás maga, hanem fontossá válik a folyamat, a műalkotás folyamata, gyakran akár fontosabbá is, mint a produktum, a végtermék, ami aztán gyűjteményben raktározható. A 2000-es évek elejétől az idősebb alkotók, az úgynevezett klasszikusok is visszatértek a művésztelepre. A 30. évfordulót 2004-ben a két generáció együtt ünnepelte. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központnak viszont újfajta kihívásokkal kellett szembenéznie. Az otthont adó épületek, a kastély és a kolostor használatát illetően ugyanis egyre nagyobb lett a bizonytalanság. Kicsit olyan helyzetben vagyunk, mint elődeink ezelőtt 30 évvel, ugyanis lehet, hogy újra kell kezdeni mindent. A kastély tulajdonjoga az még egy nem rendezett ügy egyrészt, másrészt pedig a Ferencrendi kolostor az úgy néz ki, hogy viszonylag rövid időn belül egy áruháznak fog otthont adni. Éppen ezért adminisztrálásba vettünk egy régi iskolaépületet. A tervünk az, hogy 2 év alatt ezt egy 2 csillagos szintű ellátóhelyé fogjuk átalakítani, és szakmailag, technikailag pedig azt szeretnük, hogy ha ez az infrastruktúra működik, akkor minden olyan irányzatnak helyet adjunk, ami van, létezik, tagadhatatlan. Minden igényt szeretnénk kielégíteni, öregektől fiatalokig, installációtól a táblaképig. Tormájer István, a kastély egykori intézőjének fia, egy 2008-ban kell döntés értelmében az ingatlan 2/24 részének birtokosa. A többségi tulajdonosok a Magyarországon élő liptai, illetve a Dél-Amerikában élő Berceli család. A 90-es években és a 2000-es évek elején mindig azért harcoltunk, azért küzdöttünk, hogy a tulajdonosok visszakapják a jussukat. Ez egy olyan eset, amikor visszára fordult egy ilyen intézkedés? Mi visszaadtuk egyből, és bért fizettünk, és szerettünk volna bért fizetni annak a tulajdonosnak is, aki nem fogadta azt a bért, amit mi ajánlottunk, hisz ugye itt ez is van a jogvita, hogy azok az 1 méteres falaknak az aljára is akartak esetleg kérni bért, ami lehetetlen, vagy az asszonyok házára, amit soha megyei tanács nem használt semmire. Az egy romos épület sajnos.
Tehát ilyen szempontból vannak nehézségek, inkább úgy fogalmaznék. Tehát nem fordult visszájára, mert hogyha valakinek van egy jogos tulajdon, az vissza kell kapni. Az elmúlt 3 évben több egyeztetés és bírósági per tárgyává vált a kastély. Amiben nem sikerült megállapodni, az a tulajdonosoknak fizetendő bér. Egy mára már érvénytelennek nyilvánított szakértői becslésre alapozva, a dél-amerikai Berceli család havi 10 000 eurót kért az ingatlan használatáért. És itt a tárgyalások megfeneklettek. A megyei önkormányzat eldöntötte, a művészeti központnak és a közel 2000 műalkotásnak ki kell költöznie a Lázár kastélyból. Teremtődött egy hihetetlen érték, mit tudom én, 1000-valahány képzőművészeti alkotás, tehát sík és festményalkotás, és nem beszélve a térbeli alkotásuk a szobrok keretében, ami ott vannak. Na és most itt van, ki kellett takarítani mindent, el kell mindent, szét kell szedni. Hát én nagyon borzalmas élmény ez az egész dolog, hogy hát én nem is tudom, a szellemi világháború számomra ez, hogy mondjam, dörgedelmes ilyen, nem is tankcsapda, hanem, hogy mondjam, úthenger játék, hogy azt, amit teremtettél, valahol egyből vannak emberek, akik így a földdel egy irányba rakjuk, és hogy mondjam, beszorítjuk az egész alkotás sokaságát valahol egy szobába. Januárban elkezdődött a költözés. A művészeti központ alkalmazottai egy hónapon át csomagolták és hordták a képeket, a szobrokat. Ez a művészeti központ vendégháza, amely immáron nem is vendégház. Itt alusszák álmokat a képek, jobb sorsra várva. Láthatjuk a képeket, ahogy Zöld Lajos bácsinak a javaslatára ő ajánlta, hogy így kell, vagyis ő mondta, hogy így kell elrakni a képeket. Hát ezek egy picit most elborultak, de lényegében így kell álljon az egész, de újra lesznek rakva ismét, mivel hogy most, amint mondtam, lesz egy kiállításunk márciusban, úgyhogy újra szét kell bontsuk majd a képeket. Ez hálószoba volt, vagy vendégszoba? Igen. Hát még vannak bent maradva bútorzatok, amit nem volt hova tenni. Például a fogas, a szekrényünk, ezek bemaradtak, mert így kénytelenek voltunk minden szobát kiüríteni ennyire. Itt vannak az ágyak kihordva folyosóra, de hát mondtam, reménykedünk, hogy csak visszakerül minden a helyére is. Fog menni az élet úgy tovább, ahogy. Na, itt vannak a nagyobb méretű képeink, ami rámások is. Ezeknek a képeknek a nagy része, ez még a kezdettől van. Tehát nekünk itt a táborunk, azt tudni kell, hogy több mint 40 éves táborról beszélünk itt. Én egy nagy törés úgymond az intézmény életében, amikor elveszíti a kastélyt, és akkor infrastruktúra nélkül marad, megszűnik az a helyszín, ami nyilvánvaló, hogy ez megint rányomta a bélyegét. Tehát azt a természetművész közeget, aki már be volt járatva ide, egy olyan környezetben, mint a kastélyudvar, tehát azt már nyilván, hogy nem lehet azokat a feltételeket biztosítani nekik, meg hogy egyéb más változásokat is hoz a vezetőségváltás és az infrastruktúra elvesztése, és akkor onnantól úgy kellett gondolkozni, úgy kellett tovább építeni a Szárhegyet, hogy
Tehát először is meg kellett menteni. Tehát az egy nagy feladat volt, hogy a szakma bizalmát visszaszerezni, és sokan ilyen kétségekben voltak, nem tudták, hogy most akkor megszűnt Szárhegy, nem szűnt meg Szárhegy. Egy részét viszonylag könnyű volt elérni, viszont nagyon hosszú idő volt az, amikor is az idősebb művészek, az idősebb generációnak a bizalmát visszaszerezni. És aztán lassan visszaépíteni Szárhegyet arra a színvonalra, ahogy mi átvettük elődeinktől. Szűk helyre került a művésztelep, és tehát az intézmény, és sokkal nehezebb így működni, amikor egy nagyon jelentős infrastruktúrát elveszítesz, és nincsen megfelelő alkotási tér, nincsenek megfelelő tárolási feltételek. Egy rakás dolog, ami kellene ahhoz, hogy jól működjön az intézmény, egy csomó minden kiesett. Ennek ellenére azt tapasztalhatja bárki, aki picit a művésztelepnek a történetét vizsgálja, hogy mindig is voltak emberek, akik a szívükön viselték az intézmény fennmaradását. Ilyen formán könnyebben lehet a nehéz helyzetből kilábalni. Az utolsó évtizednek talán, amit kiemelnék, az az, hogy a MAMÜ társaság alkotóinak a mind hangsúlyosabb jelenléte érzékelhető, ami már azt hiszem önmagában is beszédes, de hogy mindenképpen ez a sokféleség, a sokféle beszédmód a művészet határait egészen szabadon kezelő, vagy egészen innen nézve egészen meghökkentő módon körvonalazó alkotások és alkotók közösségét is jelenti. Úgy gondolom, hogy Gyergyó Szárhegynek továbbra is megvan az a sajátos légkör, az a természeti adottság, az a, tehát az épített örökséget, a természeti adottságot, azt a vendégszeretet, szeretetet, amivel igyekszünk a művészeket minden évben itt fogadni, és ahogy igyekszünk a művésztelepeket megszervezni, itt egy ügyről van szó, a képzőművészetnek az ügyét visszük előre. Minket nem tántoríthat el, és nem is tántorít el az, hogy most van elég fekvőhely a rendelkezésünkre, van elég műterem, vagy van elég terem, vagy egyéb ilyen dolog. Számunkra a legfontosabb az, hogy a képzőművészet ügyét azt tovább kell vinni. 2024-ben, az 50 éves évfordulón már több mint 2300 műalkotás szerepelt a Gyergyószárhegyi Művésztelep leltárában. Ezek egy része az intézmény székhelyén kialakított raktárakban és a folyósókon kapott helyet, de a helybeli közbirtokosság és a polgármesteri hivatal is biztosít tárolófelületeket a művészeti központ számára. A nagy közönség különböző erdélyi és határon túli vándor kiállításokon láthatja a műveket. De az ikonikus szoborpark a kolostor tövében még létezik, és a folyamatosan megszervezett művésztáborok sora is azt bizonyítja, hogy a művészet igazi otthonra talált Gyergyószárhegyen. Én azt hiszem, hogy Szárhegy egy nagyon fontos helyszín, és ami még nagyon fontos a Szárhegyi művésztelep történetét tekintve, hogy Szárhegyet perifériának gondoljuk, miközben Szárhegy a művésztelep által, azáltal, hogy mostanra 1000 művész fordult meg ebben a táborban, azt hiszem, hogy már évtizedekkel ezelőtt felírta magát valamiféle globális művészeti térképre, és bizonyos értelemben, bizonyos perspektívából nézve egy nagyon fontos művészeti centrummá vált. Thank you.
Ki az, aki egy grúzherceg törvénytelen fiaként látta meg a napvilágot, és bár főként vegyészprofesszori munkából élt, a híres orosz ötök zeneszerző csoportjának tagjaként szerzett világhírnevet? Alekszandr Borodin. Legjelentősebb műve egy opera, az Igor Herceg, de a második vonos négyese is nagyon ismert, a kamarazenészek egyik kötelező repertoár darabja. Ebből idézzük meg most a második tételt az Intono Quartett előadásában. Thank you.
Kedves nézőink, mára megköszönjük figyelmüket. Ne feledjék, holnap délután 3 órától ugyancsak itt, az Egyesen újabb magyar adást láthatnak, de addig is ajánlom figyelmükbe rögzített adásainkat, és a műsorainkat illető egyéb információkat, melyeket a Magyar Adás nevű Facebook profilunkon és a YouTube csatornánkon találhatnak meg. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, a holnap délutáni viszontlátásra. Én nem tudom, hogy ezzel bejöhetek-e, nézd meg, hogy nekem van egy ilyesmi, látod? Rádió Televízión Romune, legitimáció, Továs Ucsáki Zoltán, redaktor principál. Nem hiszem, hogy ezt megőrizted. De azóta. Ez már agyon van pecsételve, úgyhogy szerintem már nincs. De lehet, hogy ez már nem érvényes, nekem nem érvényes, de azért ezt emlékbe őrizd meg. Hány évvel ezelőtt jöttél be utoljára azon a kapon? Úristen, azt mondja, hogy 1985. január 11-e, akkor jöttem utoljára. Marosvásárhelyen csikorgó hideg volt, mínusz 11 fok, repülővel jöttem, mert felszállt ugye a gép, nem füstölt a vidrászegi röptér, és hát megérkeztem ide, és azt kérdezték a kollégák, hogy miért jöttél. No, hogy miért jöttem? Hát mindig hétfőn van az adásunk, mindig hétfőn volt ugye az adásunk, azt hiszem 5 órától. Teljesen mindegy, azt mondja, mert már a, hogy hívják, a német adás sem volt pénteken, hogy nem volt, kihúzták a dugaszból. Ennyi. Soha erről írásbeli levél, bizonyíték, dokumentum nem maradt, nem, hogy megszültették a nemzetiségi tévés rádió műsorban. Akkor felviszlek a 9. arra bizonyos 9. emeletre. Igen? Így van. Ott vagyunk. Torony 9. emelet. Na, nézzük irány, meg menjünk akkor. Óta ez a 9. alkalom, hogy megszervezzük a tábort és fesztivált. 2021-ben szerettünk volna bővíteni egyet rajta, és akkor volt egy olyan próbálkozásunk, hogy Szentgyörgyről áthoztuk Csíkszeredában, tehát akkor is egy ilyen dupla tábort csináltunk, mint idén. Csíkszeredában a fiatalok nagy része általában a street dance-ben, hip-hopban helyezkedik el, viszont amióta csináljuk a campet, azt érzem, és én is tartok kurzusokat különvonalon, azt érzem, hogy egyre nagyobb a fiatalok részéről az érdeklődés a kortárstánc fele. Kortárstánc az egyrészt ugye a legkortársabb, de másik részről szerintem a legarchaikusabb mozgásforma is. Olyan formán, mert hogy tényleg ugye úgy mozgunk, ahogy azt a szívünk, lelkünk, testérzeteink, a belső képeink diktálják, aminél ugye természetesebb és magától jövő dolgot el sem tudok képzelni. Úgy érzem, hogy itt emberek találkoznak, közösségek alakulnak. Szerintem elég ritka ma, hogy ilyen igazi közösségi élmények legyenek. Van a fesztiválnak egy gyönyörű része. Bárki ahogy tud, úgy táncol, és ahogy egymást spanoljuk, körbenézel, látod, hogy mindenki fáradt, fáj mindened, de élvezi csinálni, izzad, esünk össze, állunk fel, segítünk egymásnak. Ami olyan dolog ez a camp, amit elsősorban el kell jönni és megtapasztalni, mert én így elmondom, viszont átélni meg átérezni, ez teljesen más. It's a healing process, I don't know. You just come here and heal. I don't know other festivals who are, especially with the dancing contemporary, so it's a unique thing, it's amazing.
a 80-as évek második felében nyugat felé igyekeztünk volna, hogyha az olyan könnyen ment volna. Akkor, amikor elhatároztuk, hogy leköltözünk Bukarestbe azért, hogy a tévében dolgozhassunk, akkor a barátaink, ismerőseink azt mondták, hogy hát ti úgy látszik eltévesztettétek a világtájat. És hát nem sokan vállalták akkoriban ezt, annál is inkább, mert elég nehéz volt akkor Bukarestben lakáshoz jutni, egzisztenciát teremteni. Ugyanakkor valahogy úgy éreztük, hogy nekünk ebben a szakmában valamiféle küldetést kell teljesítenünk. Előtte nem nagyon jártunk Bukarestben, tehát gyakorlatilag fejest ugrottunk abba a hatalmas nagy dzsungelbe, ami maga Bukarest, és azon belül a román televízió. Érdekes volt olyan szempontból, hogy a székelyudvarhelyi 90-es szabad sajtóbeli száguldozásunk és vitézkedésünk után úgy gondoltuk, hogy hát ha a román televízió berkeiben kell ezentúl dolgoznunk, akkor hát biztosan szembesülni fogunk egy sokkal kötöttebb, fegyelmezettebb munkastílussal, helyzettel, rendszerrel. És amikor konkrétan oda kerültünk és elkezdtünk dolgozni, hát akkor nagyon meglepődtünk, amikor azt tapasztaltuk, hogy hát itt nagyon-nagyon cseppfolyós még minden.